szalagtűző ünnepségét tartotta a Tolna vármegyei SC Apácai Csere János Technikum végzős osztálya. A rendezvény számos táncpróba és készülődés előzte meg. A jelentős esemény, mert mindenki életében csak egyszer jön el, a Dombóvári Művelődési Házban valósulhatott meg. Azt mondom, hogy nem egyedül áll a Dombóvár ebből szempontból, hiszen minden település számára fontosak a fiatalok. Ma este kicsit rendhagyó módon itt a Művelődési Házban kerül sor az apácai szakközépiskolának a szalagtüzére. Gimnázium szalagtüzén már túl vagyunk, az már megtörtént. Nyilván azt gondolom, hogy mindenki figyelembe veszi azt az előző évek tapasztalatit, és egy picit talán előbb voltak ezek a szalagtüzők, mint ahogy megszokott volt, de hát remélem, hogy ez a gyerekek élményéből semmit nem fog elmenni. Remélem, hogy azok a fiatalok, akik ma szalagot kapnak, és nyilván jövőre érettségiznek, azok a tanulmányokat befejezték, Dombóváron próbálnak meg, majd tervezik tovább az életüket, és itt fognak családot alapítani. Ezért mi az önkormányzat részéről mindig mindent megpróbálunk elkövetni, hiszen benne van a szlogenünkben is, hogy megvárni és itt maradni. Remélem, hogy a 18 éves fiatalok ezen a fázison már túl vannak, és ha nem is maradnak most itt, de vissza fognak jönni Dombóvára. A szalagtűző Lőcze Tibor igazgató ünnepi beszédével kezdődött, majd a 11. osztály is megemlékezett a középiskolai évekről. Az igazgató számos tanács és jókívánság mellett egy idézetet is elmondott útravalul a végzős osztálynak. Ma rendezzük a szalagtűző ünnepségünket. Ez egy nagyon különleges nap a számunkra, több alkalomból is különleges nap, mert hogy ez az első alkalom, hogy itt a Művelődési Házban tudjuk ezt megrendezni. És egyben azért is különleges, mert nagyon családias szalagtűző lesz, ugyanis az a helyzet állt elő, hogy egy olyan szakgimnáziumi osztályunk van, akik idén fognak rendes érettségi vizsgát tenni, a többiek még egy évvel tovább maradnak nálunk, ezért összesen egy osztályi gyerek fog érettségizni. Ebből adódik ez, hogy családias lesz ez a dolog. A műsor az a 11. évfolyamosoknak a meglepetés műsora, ami olyannyira meglepetés, hogy még én se láttam. Tehát részleteket tudok belőle, de bőven nem tudok róla nyilatkozni. Én azt javaslom, hogy tekintsek meg. Biztos, hogy a kollégák kitesznek magukat, és nagyon jó lesz. Összesen most csak 16-an végeznek. A diákok nagy izgalommal készültek erre az alkalomra. Tanulók, tanárok, szülők együtt ünnepelhették azt a mérföldkövet, amelyhez a végzősök eljutottak. Sokat gyakoroltunk a táncot leginkább, de egy nagyon jó tanárunk volt, aki nagyon sokat segített. Ez páros táncról van szó. Én sajnos még nem tudom, hogy mik a terveim, én most az érettségi nekem az első ilyen akadály, amit nagyon szeretnék megugrani. Remélem sikerül. Még egy ilyen bulizós esténk lesz. Egy ilyen batyus bál szerűségen szervezett. Az ünnepélyes szalagtűzőt egy közös batyusbállal zárhatták a tanárok, diákok és hozzátartozóik.